Gulyás Márton is elfogadta Bajár Zsolt meghívását és leül a publicistával, aki néhány napja még taknyukon és vérükön rángatta volna ki a civileket a parlamentből. Vendégünk Gulyás Márton. Az csak érdekes, de nem a legfontosabb része ennek a történetnek, hogy eredetileg ez ugye úgy volt, hogy a TASZ két vezetője elhívta beszélgetni egy kávé erejéig az újságírót, Bajár Zsoltot, aki vendégként elkezdte meghívogatni azokat, akikkel elég érdekes, kötözködős, jobbára egyoldalú viszonyban van. Így került sor arra is, hogy Gulyás Mártont is meghívja, aki elfogadta ezt a meghívást. Jó estét kívánok! Jó estét, köszönöm, hogy nézzük! Azzal gondolkoztam, hogy az ember csak megválogatja, hogy kiverül egy asztalhoz. Ugye van egy klasszikus Eszterházi Péter mondata, bizonyos szint fölött, nem megyünk bizonyos szint alá. Jó, de ez egy Eszterházi Péternek a szájából hangzik jól. Ez igazából nem az enyémből hangzik jól, ez kétségkívül igaz, de az állítás ettől még jó? Egy Eszterházi Péter szájából. Tehát Gulyás Márton nem engedheti meg magának? Nem gondolom azt, hogy bármifajta. Szóval jó, tegyük ezt tisztában, én is rengeteg kritikát kaptam, hogy miért ülök egy asztalhoz Bájár Zsolttal. Ezt az idézetet nekem is egyébként beidézték. Én nem gondolom azt, hogy ezt egy erkölcsi kérdésként kéne kezdeni olyan tekintetben, hogyha én mondjuk leülök a Bájár Zsolttal egy asztalhoz, akkor az azt jelenti, hogy én bármilyen módon legitimálnám az ő szemét, vagy legitimálnám a nézeteit. Egyrészt Bájár Zsolt személye az egy legitim tényező ebben az országban, e fölött lehet sopánkodni, e fölött lehet rosszul érezni magunkat, én sem vagyok tőle boldog, de ettől függetlenül nem az én kávézással való invitálás elfogadásommal fogom legitimálni őt. Miért megy el? Tehát arra kíváncsi, hogy mi motiválja őt, vagy el akarja mondani neki, hogy miért nem jó az, amit ő csinál? Nem, én szerintem az ilyen helyzeteket arra kell tudni használni, hogy így megtérjük azt a színjátékot, ami zajlik ebben az országban, amit nevezetesen Bájár Zsolt is művel. Ugye én nem gondolom, hogy Bájár Zsoltot jobb belátásra lehetne téríteni. Felnőtt ember pontosan tudja, hogy miért csinálja azt az úszító propagandát, amit művel a Fidesz legfontosabb szócsöveként. Én azt gondolom, hogy arra kell használni egy ilyen helyzetet, hogy azt egyértelműen lehessen tenni, nem is Bajár Zsolt személye számára, hanem a szélesebb közvélemény számára, hogy lényegtelen, hogy Bajár Zsolt egyébként majd most bűnbánatot fog gyakorolni, és azt mondja, hogy tényleg akkor legközelebb nem a taknyatokon kell, hogy csúsztatok, hanem majd elég lesz, hogyha adott esetben a nyálatokon csúsztok végig, kedves ellenzékiek, és akkor esetleg ebben egy kicsit visszafogja magát, hiszen látható, hogy nem alkalmas arra, hogy visszafogja saját magát. Tehát ne várjuk el az Bajár Zsolt, hogy ne uszító gyűlölet propagandát gyakoroljon, mert ő erre trenírozta magát. Hanem akkor mit várhatunk? Hanem arra kell ezt a helyzetet használni, és én azt remélem, hogy erre lehet majd ebből a helyzetből kihozni, hogy vegyük már észre, hogy itt azért alapvetően Magyarországon ez a történet, amit Bajár Zsolt ír, ezt nem egyedül írja. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a politizálás helyét átvette a közéleti cirkusz. És a közéleti cirkusz az alapvetően arról szól, hogy ki tud hangosabbat, agresszívabbat, megsemmisítőt mondani a másikról, és ebben egyébként a Fidesz torony magasan ver minden más politikai szereplőt a porondon. De a másik oldalról pont ezzel szokták önt vádolni. Pont ezzel. Én soha senkinek a fizikai, vagy bármilyen megsemmisítésre nem de a harsány, a hangos, az erőteljes. A harsány, vagy az erélyes fellépés és egyébként a konkrét fizikai megveretésre való felszólítás között éles különbség van. Ugye Bajár Zsolt egyébként például mondjuk nyugodtan összetérte a két kezét, mert amit ő kíván, hogy mondjuk ellenzéki aktivistákat véresen vonszoljanak ki különböző helyekről. Ez megtörténik ebben az országban ma például. Tehát volt már olyan aktivista, volt már olyan tüntető polgártársunk, akit egyébként a tüntetés után elvertek. Tehát Bajár Zsolt összetérti a két kezét, ez a Magyarország, amit ő vizionált, ez létezik. És az a kérdés, hogy egyébként az a Magyarország, ami mondjuk mindannyiunk számára kívánatos, nem csak a Bajár Zsolt számára, az valóban úgy érhető el, hogy folytatólagosan azzal foglalkozunk, hogy Bajár Zsolt egyébként milyen borzalmakat ír, mert ő borzalmakat fog írni akkor is, ha százezrek tiltakoznak ellen. Na de hát napok óta az egész ellenzéki oldal vélemény vezérei azzal foglalkoznak, hogy minek ülnek le Bajár Zsolt. Tehát Bajár Zsolt eléri a célját, mert téma az ő mondatainak sokasága, téma az ő durvasága, téma az, amit képvisel. Én azért tudok le, mert szeretném ezt személyesen vele egyszer és mindenkorra tisztázni, hogy engem halálosan nem érdekel egyébként, hogy Bajár Zsolt még milyen mocsokságokra fog majd vetemedni, és amikor majd szükség lesz rá, én ezt ellen tiltakozni fogok, hogy tiltakoztam korábban is, és én alapvetően arra szeretném használni a közfélelmet, és arra szeretném használni azokat a helyzeteket, amikor van lehetőség arra, hogy kifejtsük azt, hogy mit értünk politika alatt, hogy végre arról beszélgessünk, hogy ebben az országban minden nemű olyan politikai tevékenység, ami arról szól, hogy hogyan lehetne a népjólétet elősegíteni, hogyan lehetne egyébként komplett újraelosztási folyamatokat egyébként felpörgetni, hogyan lehetne egyébként kifejezetten olyan oktatásügyet, egészségügyet és így tovább létrehozni, ami állampolgárok széleskörét szolgálja, hogy ez ma nem témája a politikai napirendnek. Akkor csináljuk azt, hogy Bajár Zsolttal való találkozásáról beszélgetünk legközelebb akkor, amikor ezen túl vannak, hogy mi a konklúzió. Viszont ha már említette ezt a sok-sok mindent, amit el akarna érni, hirdetett egy mozgalmat,
a legutóbbi tüntetése? Nem csak a választójog kiegyenlítésével kapcsolatban, hanem úgy általában az a mi a helyzet? Ez jelenleg is zajlik, most már több mint 1200-an jelentkeztek a mozgalomba, továbbra is várjuk egyébként az érdeklődő állampolgárokat, a közös ország mozgalom kukac@gmail.com címre egy e-mail elküldésével lehet jelentkezni, és akkor fölveszünk velük a kapcsolatot. És mi lesz aztán? Jelenleg az aktivistáknak a képzése zajlik, tehát különböző találkozókat szervezünk, táborokat szervezünk, ahol ki fogjuk képezni őket arra a folyamatra, és közösen meg fogjuk alkotni azt a kampányt, ami augusztus 20-ától indulva azért fog küzdeni, hogy egy konszenzusos, igazságos és demokratikus választási törvény legyen. Nem csak a választójogi törvényt kell megváltoztatni, hanem a különböző egyéb helyzeteket is javítani kell, a közmédiának a működésén, a pártfinanszírozásnak az átláthatóságátételén, és így tovább. Tehát rengeteg olyan részkörülmény van, amelyek együttesen kell, hogy megfeleljenek annak a kívánalomnak, hogy igazságos és demokratikus és konszenzusos legyen az a helyzet, amiben 2018-ban a parlamenti pártok a voksainkért fognak majd küzdeni. Na most, amit felsorolt, az mind olyan, amihez kormányváltásra van előbb szükség, mert nagy valószínűséggel ezt csak utána lehet megcsinálni. Magyarán szólva, aki jelentkezik az ön mozgalmába, a kormányváltásért fog dolgozni? Nem, igazságosabb Magyarországért fog dolgozni, és az a célunk és az a feladatunk, hogy egy olyan társadalmi helyzetet állítsunk elő, amelyben hirtelen lehetővé válik az, hogy olyan nyomás alá helyezzük az államhatalmat, olyan nyomás alá helyezzük a kormányhatalmat, hogy belátja azt, hogy nem mehet szembe folytatólagosan egyébként a népakarattal, mert annak rendkívül súlyos következménye lesznek. És ezt még a 18-as választások előtt szeretnék elérni? Ezt a 18-as választásokat az én véleményem szerint a mostani törvényi keretek között tilos megtartani, és azért kell küzdeni minden demokratikus állampolgárnak, egyébként fideszes polgártársaknak is, hogy igazságos, demokratikus és konszenzusos legyen ez a választási törvény. Hát nem kicsi a fa, meglátjuk mekkora hozza a fejsze. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.